tavasszal a birkákat mindig levetkőzték, ilyenkor az ember kicsit sajnálja őket, mert ilyen furcsán néznek ki kabát nélkül. Viszont szerintem nyáron ilyenkor jobban érzik magukat, nem? Megszabadulnak a bundától, és az új növedék, mire megnő, akkor az ősz is eljön, és télen már az új gyapjóban megvéd őket a hidegtől. Sokféleképpen lehet birkát nyírni? Lehet, kézzel, géppel. Voltak gyógyszeres megoldások, de azok nem váltak be. Az milyen volt? Vagy injekció, vagy tabletta formájában kapta meg, és a lyuknál megszakadt a gyapjúszál, és kézzel meg lehetett tépni, mint a livát. Bevallom őszintén, erről még nem is hallottam, ezt mikor hagyták abba ezt a kísérleti sorozatot? Ez a 70-80-as éveknek volt a találmánya. Hát kísérleteztek vele, de nem igazán vált be. A birkanyírás ugye valamikor réges-régen kézzel, egy ollószerű eszközzel kezdődött, aztán később előtérbe kerültek a gépi eszközök. Az ollóval történő nyírásnak milyen hagyományai vannak a környékünkön? Az ollóval való nyírás az a legősibb, tehát ugye a legegyszerűbb olyan eszköz, amelyikkel meg lehet szabadítani a juhot és a különböző prémes állatokat a kültakarójuktól. Hát ez nagyon régi, tehát ez talán a rézkorban, vagy még annak előtte, tehát abból az időből marad, vagy abból az időből származik. Az ollónak kettő típusa van. Van a úgynevezett karcagi olló, amelyik ilyen újas, és egy metélő kés jár rajta, és akkor a hagyományos, amelyik a kétpengés lyuknyíró olló. Itt nálunk a mi versenyzőink melyiket használtak? A kétpengés ollót. Milyen gyakorlat kell ez, hogy valaki ilyen mesteri módon bánja ezzel az eszközzel? De ennek az ollónak a használatához több éves gyakorlatra van szükség, tehát úgy szokták mondani, hogy az első év a tanuló év, a második a haladó, és akkor a harmadik évben majd akkor lesz igazán nyíró a nyíró. Csak kevesebb birka van, mint van a környékünkön, mint amennyi régebben volt, de annak idején ez egy nagyon-nagyon kemény munka lehetett. Brigádok szerveződtek, napszámos emberekből alakultak ki ezek a brigádok. Ugye a tavaszi munkák elvégzése után az aratásig ez volt a fő foglalkozása a nyíró brigádoknak, és igen-igen jó kereseti lehetőséget biztosított számukra. Melyik az a napszak, amikor ezt elkezdték? Gondolom hajnalban, hogy aztán a nagy meleg az ne borítsa el őket. Egész nap nyírtak, tehát ugye nem volt olyan, hogy... Tehát egy brigád kivonult a legelőre, mert ugye abban az időben még kint nyírtak a pusztán, és hodályra jártak, ott aludtak hodályban, szalmán, és tehát a lyuknyírás az régen, az egészen a 60-70-es évekig az egy szüret volt, tehát az úgy nézett ki, mint a hegyvidéken a szüret, hogy az egy vigasság volt. Tehát a juhászoknak ez volt az arató ünnepe, mert ekkor kapták a legnagyobb pénzt. Hiszen a gyapjú az hadianyag volt, és ugye a hadianyagot azt mindig megfizették. Hogyan szerepeltek a mi birka, pontosabban lyuknyíróink? Nagyon jó szerepeltek, tehát ugye látszott rajtuk, hogy felkészültek. Tehát nem ma kezdték a szakmát. Kézinyíró emberünk, egyik a Varga Laci, aki 70 éves kora ellenére már
még nem fáj a dereka. Tehát ilyen nagyon, tehát a júnyírást azért nem bírják az emberek, mert rettentő nagy derék és lábmunka kell hozzá. Meg valahogy szeretnék ezeket az állatokat. Igen, tehát ugye ezt, tehát mint minden munkát szeretet nélkül, elhivatottság nélkül ez nem megy. Milyen lesz az utánpótlás egyáltalán? Rosszul tette fel a kérdés. Lesz utánpótlás? Talán igen, tehát vannak olyan fiatalok, akik érdeklődnek a szakma után, de nem sok. Tehát erre születni kell. Tehát ez nem olyan, hogy holnaptól eldöntöm magamban, hogy juhász vagy akár nyíró leszek. Hogy kezdtek elterjedni ezek a gépi eszközök, az egyfajta forradalmat jelentett, hiszen az egész technológia megváltozott, egyszerűbbé, termelékenyebbé, de ugyanakkor talán sérülékenyebbé is vált. Mint mindenben a gépesítés ugye egy forradalmasította a nyírást. Azok az eszközök, amelyikkel addig nyírták a juhokat, ugye múzeumi tárgyá válnak ma már, a egyre finomabb és egyre jobb juhnyíró gépek kerülnek forgalomba. Könnyebb, tehát a nyírónak könnyebb, de viszont magát a műveletet, a testtartást azt nem könnyíti meg, tehát ugyanúgy hajolni kell egész nap. Tehát annyi, hogy a kézmunka jóval kevesebb, de viszont zaj van, tehát a gépeknek van egy bizonyos zaja. Megváltozott a hangulat, tehát nincs már az a szüzeti jelleg, nem dalolnak már nyíráskor. Valami, ugye régen, mikor nyírták a juhort, az arra járó ember tudta, hogy itt nyírás van, mert a nyíró is dalolt, és a juhászok is. Önnek most egy egészen különleges feladat kirott ezen a szombati utánon. Zsűriként szemlélte az eseményeket. Ilyenkor mire figyel? Zsűrinek rendkívül nagy feladata van, hiszen a versenyzők mindegyik profi kategóriába tartozik, a kézi nyírók is és a gépi nyíró versenyzők is. Tehát nagyon figyelni kell a sebzésre, szecskára, hogy kétszer ne tolja a gépet végig ugyanazon a helyen, mert akkor a tallót már szecskázat is. Tehát olyan gyapjú maradványok, foszlányok maradnak, amelyik nem alkalmas már feldolgozásra, csak hulladék. Figyelni kell továbbá a megnyílt gyapjúnak tehát hogy ne szólja széjjel a versenyző, hanem egybe maradjon a bunda. Ez az osztályozásnál van jelentősége, mert mikor kiterítik a bundát, akkor az osztályozó tudja, hogy melyik részét, tehát melyik a hasláb, melyik a fargyapjú, melyik a jó minőségű gyapjú, melyik a takarmányos, tehát eznek akkor van jelentőség. Milyen volt a mostani verseny? Rendkívül jól megszervezett nyíró verseny volt. A Németi János barátunk egy nagyon jó állománnyal jött elő, vagyis nagyon jó állományt biztosította a nyírók számára. Egy racka állomány, amelyik tudni róla, hogy rendkívül könnyen nyírható, tehát ugye egy durva gyapjas juhfajta, és tehát könnyű a nyírás. Meg is látszott, hisz egy óra hossza alatt a legjobb versenyző 23 darab juhot nyírt meg a gépi nyírók közül.